Csodás, szép jó napot kívánok mindenkinek! Én Márk vagyok, ismételtem, és itt lennék egy újabb streammel, amiben is, jaj, majdnem leállítottam a kontrollát. Folytatni fogjuk a karrierom sorozatunkat, most én már egy 4 napos kihagyásom van benne, de itt az ideje visszatérni, azt gondolom. Az Augsburg ellen egy könnyű meccset kell játszanunk. Ja, ez most, jól emlékszem, Portóban is volt ilyen animáció, ezzel bekerültem a kezdőbe. Na, álljunk meg egy pillanatra! Hát, azt nem hiszem el! Mi a francot keresett ott Szoboszlainak a neve? Szoboszlaival végigjárjuk az egész karriert, vágjátok? Hát elindultunk a Porto leigazolt a Szoboszlait. Hát, és eljöttem a Dortmundba, és a Dortmund is leigazolt. Na jó, ez vicc, ezt nem hiszem el. Már csak egy Taliszka kéne. Na ne, nézzük meg még egyszer. Ott jó, ú, de ki vagyok gyúrva. Innen még nem lehet elolvasni, talán mutatják közelebbről. Ja, igen, ő volt mérges, gondolom az ő helyére kerülünk. De basszus. Sandro Sülekobel. És nem látjuk még egyszer az egészet, jó, nem baj. Nem baj, a lényeg az, hogy bekerültünk, nagyon jó. Oké, most ezt nem nézzük végig. Na nézzük, akkor kezdők vagyunk. Egy csatáros felállás. 4-1-4-1. Hí, bazzeg. Komoly, és így ott van Szoboszlai a szélen. Ezt nem hiszem el. Szoboszlai, ez mekkora csapat már? Kóbel, Alexandro, Stotterbeck, Elusztondó, őt nem ismerem, Süle, Özkan, Bellingham, Dahoud, Szoboszlai, Bowen és én. Ez nagyon nagy csapat, te jó ég. Hát, igen, azért itt lesznek jó esélyeink a szezonba. Még esik az eső. Hadd, milyen jó ez a stadion is. Nagyon szeretem a Dortmundot egyébként. Régen még amikor a Schalke bent volt az első osztályban, a német első osztályban, akkor én Schalke is voltam, és a második kedvencem volt a Dortmund. Amikor kiesett a másodosztályba, akkor ez megváltozott, és a Dortmund lett a kedvencem. Habár sűrűn nem is néztem német focit, de azóta, amit leigazoltam a Dortmundba, azóta amúgy pont néztem, és most nyert is a Dortmund az előző bajnok ilyen, a Wolfsburg ellen. Az egy nagyon szép indítás, én hívom ki a kapust, és Kóbel nagyon szépen véd. Jó, meg kell szokni, hogy most fura lesz, hogy egy támadó van, aki én vagyok. Teljesen más ez, mint a Portóban. De majd valahogy megszokom. Tehát mindig nekem kell igazából legelő lennem. Fogadom a passzokat. Amúgy szerintem ez egy kisebb hátrány. Nagyon szépen nyílik a fejpár. Szerintem ez egy kisebb hátrány egyébként alapvetően, hogy így egy csatáros felállásunk van. De van kivel összjátékodni. Nem tudom, miért kértem el a labdát, reménykedtem, hogy még át tudja tenni, nem sikerült sajnos. Fú, nagyon. Igen, ezeket a lövőcseleket hátrafele nem kell erőltetni. Oldalra még lehet róla szó, de amúgy nem kéne most ide nekem. Hogy nem jutott az el hozzám? Gyerekek, jó, nem baj, össze kell kapni magunkat. Új csapat, teljesíteni kell. Oké, kezdők vagyunk a első meccs után, de hát az hatalmas meccs volt, nagyon szép gólt lőttünk. Nyilván most már azért kitapasztaltam, hogy hogy lehet könnyen bekerülni kezdőbe. De ettől függetlenül nem lazsálhatunk. Oda kell figyelni. Keményen kell edzeni, aztán meg játszani jól kell nagyon. Nyilván. Most el tudunk jönni, lőni kell! Ott is van a vezető gól! Gyönyörű! Gyerekek! Nagyon adom egy előre egyébként ezt a Dortmundot. Mert a védekezése jobb, mint a Portónak, az biztos. Az biztos. Nagyon szép labda szerzés. Passzolnék, de nem nagyon van kinek, és pont rosszul fordultam le, ez elég unlucky volt, rosszul csináltam, de nem nagyon volt kihez passzolni. Nem baj. Hát nem vártam volna, hogy ilyen hamar visszaír. Az nem rossz labda, nagyon szép a továbbtett labdám. Onnan még akár passzolhatott is volna nekem vissza, de helyette inkább előtte, és szép a védés a ellenfél kapusától. Nagyon szép. Jaj, de jól kérem vissza a labdát! Gyönyörű játék!
nagyon szépen kértem vissza ott a labdát, de ennek meg is volt az eredménye, egy gyönyörű gólt lövünk a felső sarokba, így is van. Bocsánat, csak ez gyorsan azt akarom, hogy elfogjon, azt utána mehet. Szépen visszafejeljük, visszakérjük teljes nemes területbe, egy gyors átvétel és pattanásból egyszer ellőjük. Ahogy a nagykönyvben meg van írva. Ellőni az viszont szöglet. Nézzük, hogy helyezkedünk. Aha, ide kérem. Nagy játék. Inkább lett. Ember belövöm. Basszus, nem tudtam onnan ellőni sehogy se, az rossz volt. Jó. Kolloltam valamiért, hogy ellője. Ugye én azt akartam, hogy szereljek, de már közben visszakerült hozzánk a labda, és ezért ellőtte. De ettől függetlenül egy szép megmozdulás volt, mert amúgy emberhez ment. Teljesen adom, hogy itt a mérkőzés vége, hát az első fél idő az elég pörgős volt, két gólt is szereztünk, a második az már kevésbé, de egy nagyon jó értékeléssel jövünk ki a meccsről, nagyon jó teljesítménnyel, úgyhogy én büszke vagyok magamra. Nagyon szépen játszottunk, egy magabiztos 2-0-ás győzelemmel győzzük le az Augsburgot. Taki Netz Brace, ez Dortmund beat Augsburg. És akkor nézzünk egy, standingset ismételtem. Ja, már magabiztos előny van, tehát az első-második helyet aztán hinném, hogy ottól fogjuk érni. Az nagyon sok mérkőzést kéne veszíteniük. Ezt a harmadik helyet tartsuk meg magabiztosan, és a BL-be szerepeljünk jól. Most viszont szerintem van idő alapvetően a következő mérkőzésig, így van. Dolgok, és megint tele leszünk pénzzel, de addig is nézzük a Köln elleni mérkőzést. Nyomjuk! Én már látom, hogy én látok egy olyan gólt, hogy Szoboszlai előre íveli a labdát, én meg egy ollóval befejezem. A Köln otthonában játszunk. Hát nézzük, a 20. meccsnap. Jó, a labda átvétel, mindig figyeljünk inkább a meccsre, az szabálytalan, sárga lap, így van. Jól fordulunk le, azt el kéne lőni, ott is van, gyönyörű gól! Alig volt benne erő, de nagyon-nagyon jó volt a helyezés, és így már a 4. percben megszerezzük a vezetést a Dortmund javára, és még csapatkapitányuk is lettünk most, ahogy láttam, szép volt a lefordulás, és ballal egész gyengéden ellőttük, de nagyon-nagyon jó volt helyezve, kapusnak esélye nem volt odaérni. Ismét korai vezetés a Dortmund javára. 4 gólom van 3 meccs alatt. Ezt már szeretem, gyerekek. Hát a Bundesligában én leszek a sztár. Viszont még mindig jó. Jaj, de nagy csel! Az lepattan, nem megy szögletre. Rossz a próbálkozásom szerelésre. Nagyon jól kapom vissza a ladát, ott a második! El kell tenni az alsóba ballal, ezt már szeretem, gyerekek! Jaj, te jó Isten, de jók vagyunk, te jó ég! Azt a rohadt! Hát ez megint mi volt? Visszajövök a lesről egy elrontott próbálkozás után, egy szép passz középre, onnan befutok, hogy épp elém tegye, onnan egy megtolással üresbe kerülök ki a védők elől, majd pedig ballal elteszem a hosszú sarkot. Gyönyörű! A 3. és a 9. percbe rugunk gólt. Ebből mester 3-as lesz. És egy gyönyörű labdaszerzés. Az meg lehetett volna. Ah, szép! Nagyon jó! Lőni kell! És nincs les! Ott a 3. gól! 3-0-ra vezet a Dortmund. Te jó Isten, de jók vagyunk! Szoboszlai Dominik! Hát, nagyon pörgős meccsek vannak, hatalmas gólokat lövünk, és nem is keveset ráadásul. Nem kéne hagyni, hogy elérjenek a kapunkig, közel sem. Hívjuk ki Kobelt! Szép itt a Köln. Nem szabad félvárról venni. Szép az ívelés szélre. Nem tudom, miért gondoltam, hogy az jó lesz. Ez viszont egy szép labdaszerzés. Jó a passz. De miért kérem vissza a labdát, bro?
Amúgy közben meg szerintem, ha jól láttam, levontak egy értékelést, úgy, hogy amúgy labdát szereztem. Nagyon jó labda. Lőjük el, ott van a negyedik. Gyönyörű, Szoboszlai is duplázik. 4-1. Hopp, gyerekek, milyen pörgős meccs ez te. Sikerül bentartaniuk szépen. Marad náluk a labda továbbra is. Oda kéne csúszni. És egy nagyon durván unlucky gól. Szintúgy szépít megint a Köln. Ez így egy 4-2 sajnos. Neves uram. Ez problémás lehet. Nagyon rosszkor hívtam ki a kapus, rossz ütembe is mindenhogyan rossz volt a dolog. Feljön egy gólos hátrányra a Köln. Ezt is, miért mindent kivéd? Hát hány védése van? Lecsúszott az ujjam a stickről. Én meg így most ki vagyok, mert le volt műtolva a mikrofon. És én most kapok idegrohamot mindjárt. De még jó, hogy időben észrevettem. Nem baj, hát akkor az előző gólt azt így komment nélkül hallhattátok, de ettől függetlenül gólt lőttünk, az a fő lényeg. És az egy szép indítás lehet. Jó, kapom vissza a labdát. Ellőjük, szép a védés, onnan be lehet lőni. Azt is kivédi a... Nem, kapufalet, csak simán. Ó, fenébe. Kurva életbe, mert bejött és lemjutoltam maga, és nem jutoltam vissza, mert... Hát, bazd meg a faszom ki van, a kurva életbe bazd meg. Szóval a lényeg az, hogy... Ki vagyok, mert az ti élményetekből veszel. Amíg már megnézitek ezt a videót, legalább akkor érezzétek jól magatokat, azt itt le van jutóval az a kurva kibebaszott gecis mikrofon. Szép a labdaszerzés. Szóval éppen arról beszéltem, hogy a meccs elején azt mondtam, hogy a Róma nem egy erős csapat. És nem tudom, miért mondtam ezt, mert alapvetően a Róma az egy erős csapat, meg jó csapat is, csak hogy
úgy rosszul fogalmaztam, mert a helyes fogalmazásmód az az lett volna, hogy azok a csapatok közül, akik bekerültek a legjobb 16 közé, azok közül talán a Róma a leggyengébb, és azért vártam volna egy nagyobb győzelmet ellenük. Főleg ahogy a Bundesliga-ba teljesítettünk, mondjuk a Köln elleni döntetlen, arra ne beszéljünk, de értitek, mit mondok. Égedett vagyok, ez a mikrofonos baki, ez most egy picit fölbaszott, de a lényeg az, hogy megnyerjük a fontos mérkőzést. Tehát ami a fontos mérkőzés volt, azt megnyerjük. Nagyon helyes. Szimuláljuk a mostani mérkőzést, ami most volt. Szoboszlai effort hits post against Roma FC. Így van. Szegény Szobó. Na nézzük a Wolfsburgot, hát reméljük, hogy most is elverjük. A Köln elleni meccs, ez egy nagyon jó meccs volt, nagyon kár, hogy kikaptunk, és amúgy szerintem már akkor ott a végén se volt már amúgy hang, mert akkor mutoltam le magam. Hát a kurva életbe amúgy. Az egész Róma is mehet a kukába. Nagyon jó, büszke vagyok magamra. Faszom. Vissza is kaphatnám a labdát, csak elém ad, tesó. Nem baj, így is megoldjuk. Messi! Egy isten vagyok, egy isten vagyok. És ezzel mit kezdesz, oda néz. Hopp! És utána el kell tenni oda a rövidbe. Gyönyörű játék. Már a meccs elején megszerezzük a vezetést, egy nem is akármilyen góllal. Olyan dribblingje lett a játékosomnak, öcsém, hogy így el tudom hozni. A harmadik percben meg is szerezzük a vezetést a Wolfsburg ellen. Szép játék, gyönyörű játék, lőni kell! 2-0! Gyönyörű az öreg Szoboszlai, megint gólt rúgott. Szoboszlaival nagyon jól játszunk össze. És mind a mellett, hogy jól játszunk össze, eredményesek is vagyunk. Ismét egy jó paszt kapok. Le is futok mindenkit, és ellőjük a hosszút. Ott a harmadik, gyerekek. Hát ezt nem hiszem el. Olyan pészem és driblingem van, hogy az valami elképesztő, mit csinálok. Te jó Isten. Azt a rohadt. Aztán 77-es overall ratinge van, de hát futásban és dribbling... Futással és dribblinggel mindenkit elverek. Oda néz. Kinek kell ide a defendinget fejleszteni, amikor a labdát szépen adtam, de értitek, tehát, hogy öcsém, labdát is szerzek. Rá kéne menni, gyerekek. Ha nyomom folyamatosan a gombot, miért áll meg a kapus? Ezt így nem teljesen értettem. Többet nem kéne ilyen sűrűn kihívnom, csak egyrészt fánolok, másrészt meg beszokott válni alapvetően. Nem tudom mostanában miért nem, hogyha közelebb lennék, jobb lenne. De így is jó. Pak! Ott a Mester 3-as! Ott is van a megérdemelt Mester 3-as. Érett már Köln ellen, nem tudtuk összehozni, de most. Nagyon szép játék, gyönyörű a passz. Beengedjük a lábunk alá. Majd ellőjük jobbal az alsó sarkot. Kapusnak szokás szerint esélye sincs. Ezt már szeretem. Ezt csúnyán elrontottam. Az viszont nagyon szépen megvan. Ott a negyedik! Gyönyörű! Négy gólunk van Márkkal, ezt már szeretem. Na, négy gólt rúgtam. Gyönyörű. Emberünk meg egy helybe állva várja a labdát. G to the G, 2 perc a hosszabbítás, ez le is tellik, és így egyszerre le is fújják. 4 gólt lőttünk ezen a mérkőzésen, ezzel távozunk. Hatalmas meccs volt, itt a vége szenvedős volt, de hát stamina nélkül sajnos ez ilyen. A lényeg az, hogy nyertünk, srácok. 8,9-es értékelés, 5 kaput eltaláló lövés, ebből 4 gól. Tökéletes. Megnézzük mindegyiket, a kapu jobb oldalára lőttük. Érdekes, de nagyon-nagyon szép volt, gyönyörű játék, nagyon-nagyon tetszett ez a meccs, nice. G to the G, Taki 4 gólt lő, Szoboszlai 1-et, nagyon jó. Következő meccs ugye a Hertha Berlin ellen van, hát ezt mondanám, ezt le is szímezem szerintem, mert engem ez őszintén nem érdekel. Gondolom megnyerjük. 3-2-re sikerül megnyerni, és még lőttünk 1 gólt mi.
egyet Szoboszi, meg egyet Aric. Tehát a Bowen kapott egy piros lapot, érdekes. Lényeg az, hogy nyertünk. És viszont a Lipcse ellen már egy sokkal komolyabb meccsnek nézünk eléve. A Lipcse ellen nagyon nehéz dolgunk lesz, de nem probléma, képesek vagyunk rá. Pénzünk van, gyereke, mint a szar. Na, nézzük akkor a Lipcse elleni mérkőzést. Hoppá, egész fáradtak a játékosaik. Helyes. Nézzük akkor, mit sikerül kihozni a dologból. Jó, még ezen kívül még egy meccset fogunk tudni lejátszani. Sajnos. Ami, ha jól láttam, egy bajnoki lesz, úgyhogy azt következő bajnokit azt átszkippeljük, és akkor utána lejátszik a visszavágott a Róma ellen, mert ez fontosabb, és akkor lesz egy olyan Róma meccs a videóban, ami nincs teljesen lemjutóva végig. Na nézzük, hogy mit tudunk alkotni a Bundesliga jelenlegi legjobb csapata ellen. Hát én azt már rég visszahúztam, gyerekek. Mégiscsak vannak még problémák a dribblinggel. Be fogja passzolni a kurva életbe. Jó. Igen, nem véletlen az, hogy... De miért adod el így? Nem véletlen az, hogy ők a legjobb csapat a Bundesligában. Jó. De elbassza, tudta, előre láttam, hogy el fogja baszni. Köszönöm. De bro, hát azt gondolod, hogy ez szabályos? Melyik univerzumban? Hát konkrétan elgáncsolt emberünk. És a Spori egy szót nem szólt. Ez mi? Egyik másodpercben még nálunk alatt, a másikban meg már nem. Ellenfél ugyanezt csinálja. Mit is mondtam az előbb? Nem véletlenül a Lipcse a legerősebb a jelenleg a Bundesligában. És most azzal fogom folytatni, hogy és nem véletlenül vagyunk méltó ellenfeleik. Gyönyörű gól, ezt már szeretem. Egyenlítünk. Nem baj. 1-1. Jó, esélyesek vagyunk bőven a nyerésre. Gyönyörű csel. Gyönyörű gól! Mi van? Mekkora csel és mekkora lövés! Az eddigi legszebb gólunk. Gyönyörű játék. Úristen, nézzük vissza. Mekkora csel volt az. Hopp. Nagyon szép. Mint egy igazi brazil. Hatalmas lövés, de úristen. Ezt akarom indexképnek. Ezt akarom indexképnek. Ez lesz az index kép. Hoppá, hol vagyok, te jóisten? Mindig arra kezdek el mozogni, tehát amerre kell, amikor kigurul a labda a labvonalon kívülre, de utána visszateleportálok és lefújják a mérkőzést. 4-2-re megnyerünk a mi duplázásunkkal, és én nem akármilyen góllal természetesen. Hát hatalmas volt, te jóisten, mekkora gól volt. Istenem. Jaj, nézzük meg még egyszer, meg akarom nézni még egyszer utoljára. Hoppá! Gyönyörű levétel. Sűcs! Power shot-tal. Azt a rohadt mekkora gól volt. Atya ég. Hát ez... Ez valami elképesztő volt. És nyerünk a Bundesliga legjobb csapata ellen. Nagyon helyes. És akkor még egy utolsó meccs fér bele, én azt mondom. Közben elvileg végzett itt a Victory in the Derby, így van. Nagyon boldog vagyok, így van. És nem a Shopping Investments.
Egy nap még, az anyja. Jó, mindjárt. Ami végzett. Ja, ez a microfinance. És 10 000 euróval többet kapunk vissza, és így 250 000 euróra megy föl a bücsénk a pasztorat. Az mennyi pénz már amúgy? Shoppingoljunk. hogyan? Most? Ja nem! Ami, ja most játszunk hazaiba, igen, az előbb voltunk idegenben. Akkor lehet csak azért volt nehéz. És ugye egy gólos előnnyel indítjuk a mérkőzést, úgyhogy igazából egy 0-0-nak már örülünk. Tehát döntetlen az már nekünk győzelem. A lényeg az, hogy tovább jussunk, nem kell nagyot játszani. A lényeg az, hogy effektívek legyünk, ehhez meg az kell, hogy egy minimum döntetlen kell ehhez, na. Ez rossz volt nagyon ez a becsúszás. Megint sikerül megindulni a Rómának, jó hívom ki Kóböl, de belövik. Ezzel a góllal, tehát egyenlít a Róma. Ugyanolyan rosszul indít. Nem éri el mi. De elérte, jó. Hát meg bent tartottam vele, mert biztosra akartam menni. Jó, kezdjünk el játszani, mert komoly problémák lesznek, ha itt a BL-ből nem tudunk tovább jutni. Feltöltöm. Nagyon nagyot megyünk, ismételtem. Ez volt akkor az utolsó meccs ma. Köszönöm szépen a figyelmet nektek. Remélem, hogy tetszett. Közben itt nézzük meg, hogy kik fognak valószínűleg... Ja, ez már nem is valószínűleg, hanem az most már egy biztos... Ja, nem biztos, mert még itt... Igen. Az első... Bocsánat, ez nem is... Hülye vagyok, 8-at döntő. Ja, nem is 4-et döntő. Balfasz vagyok. Szóval az első 4 az megvan már a 8-ból. Azt mondja, a Sevilla összesítésben 5-3-ra legyőzte a PSG-t. Szóval az egyik továbbjutónk az a Sevilla, a másik ugye mi, Borussia Dortmund. Aztán a harmadik a Juventus, aki legyőzte a Liverpoolt, az nagy. És az Inter, aki 4-2-re összesítésben legyőzte a Manchester Unitedot, az igen. És akkor most pedig várunk. Még egy Atletico Bayern München meccsre, egy Chelsea Real Madrid meccsre, egy Manchester City PAOK FC, mi az a PAOK FC? Jézusom. És egy Porto Barcelona meccsre, amiben az első meccset a Barcelona nyerte 1-0-ra. Az nagy egyébként, az nem is vészes. Valami ilyesmit várok amúgy most is, nem amúgy ennél többet. Én ilyen 3-1-et jósolnék a Barszának, aztán meglátjuk, még október 4-ig van idő bőven. Na, szóval... Nagyon jók vagyunk, az biztos. Jól állunk a BL-be is. Ligában annyira nem. Ja, de. Dehogy nem. Valahogy elintéztük, hogy 3 pontra legyünk a Lipcsétől. Az nagyon jó, és most Szent Pauli ellen játsz, nem is ismerem ezt a csapatot. Ha ezt megnyerjük, és esetleg a Lipcse kikap, akkor már is felhoztuk a dolgokat. És jobb is a gólarányunk amúgy. Jó van, akkor jók leszünk. In the stage of tournament. Jó, egy virtuózót hozunk most. Player of the month. Ismételten megválasztottak a hónap játékosának. Nagyon-nagyon helyes. Aztán social media tudsz így, hogy nyomjunk ilyet. Megint kell a virtuózó point. És akkor nézzük meg investmentsben mi van. Tuck is good form recognized with award. Így van. De jó. Kaptam ilyen. Tétek jó. Hát akkor nyomjuk, srácok, itt fogjuk folytatni a Szent Pauli ellen.
a Dortmundban a játékot. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, remélem, hogy jól éreztétek magatokat. Ha így van, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornámra. Én Márk voltam, találkozunk legközelebb. Sziasztok! Can't get enough of you.